Kell egy csapat. Ezzel a címmel tartott workshopot a Baranyai Gasztronómiai Klaszter a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában. Munkaerőhiány sújtja a vendéglátást, erre kerestek megoldási lehetőségeket. Most már lassan tartunk, hogy az óvónőt át kell képezni szakásnak, és itt később nem tudjuk, hogy mennyire lesz ez hatással a vállalkozásainkra, de a gőzerővel dolgozunk azon, hogy minél többen megkedveljék ezt a szakmát, és minél több ember dolgozzon ebben a szegmensben. A Covid miatti leállás, bezárás éppen ezt a területet sújtotta legjobban. A bizonytalanság sok munkavállalót késztetett arra, hogy elhagyja az éttermek, konyhák világát. A bizalom visszaépülését több mindennel lehet segíteni, mondja a humán szakember. A legjelentősebb faktor még mindig a pénz, ami egyébként a biztonságnak az alapja, tehát ez teremti meg számukra a mindennapi biztonságot, tehát nyilván ez sokba is kerül egyébként, és a bizalmat pedig ismét megint csak azt tudom mondani, hogy apró lépésekben lehet újra fölépíteni. Tehát az emberekkel, a munkatársainkkal foglalkozni kell, máshogy kell velük foglalkozni esetleg, mint eddig, tehát a konkrét fizikai, úgymond biológiai igényeiken kívül az önbecsülésükkel, az értékelésükkel is foglalkozni kell. Közben a vállalkozás jövőjét, a márkaépítést is szem előtt kell tartani, mondja a szakember. Pernyéz Zsuzsanna azt mondja, véleménye szerint nem fog visszaállni ugyanaz a helyzet a vendéglátás területén, mint ami a járvány előtt volt. Ezért kell minél vonzóbbá tenni egy-egy munkahelyet a vendéglátásban. Ezen kell dolgozniuk a vállalkozásoknak sokat. A munkavállalók ma már gyorsan döntenek, nem jellemző már annyira a lojalitás, mint régen, a szakember szerint.